folytassuk a végrendelkezéstől, és kezdjük azzal, hogy mik az öröklés módjai, hogyan lehet egyáltalán örökölni. Örökölni kétféle módon lehet, vagy a jogszabály szerint, ugye a jelenleg hatályos polgári törvénykönyv határozza meg azt a sorrendet, hogy a hozzátartozók milyen sorrendben örökölnek. Ez csak röviden, nyilvánvalóan továbbra is változatlanul, amennyiben ha egy szülő haláláról beszélünk, akkor elsősorban a gyermekei örökölnek, ezt követően ha már a gyermek nem él, akkor az ő leszármazói. Tehát itt a jogszabály meghatározza a sorrendet, ettől eltérni nem lehet. És itt jön be ugye a végrendelet, mert a végrendelet az pontosan eltérő sorrendet is meghatározhat, mint amit a jogszabály előír. Mi is a végrendeletnek a célja? Az, hogy az örökhagyó, ugye, aki meghalt, a néhai örökhagyó, már életében tudta azt, hogy halála esetére az az akarata, hogy a vagyonát egy olyan személynek juttassa, akihez őt valamilyen szoros kapcsolat fűzi, és ez nagyon sok esetben nem az a hozzátartozó, aki éppen a jogszabály szerint örökölne. Még maradjunk egy kicsit itt, hogy hogyan lehet szabályosan végrendelkezni, ezt azért mondjuk elő. Igen, és hát pontosan nagyon jó a kérdés, mert a cél az, hogy ne kerüljön sor arra, hogy az a hozzátartozó, aki jogszabály szerint örökölne, pereskedni kezdjen azzal a személlyel, akit a végrendeletben nevez meg az örökhagyó. És ezért nagyon fontos az, hogy ez a végrendelet megfeleljen azoknak a szigorú tartalmi követelményeknek, amelyeket a jogszabály előír. Éppen ezért, hogy semmilyen hiba ne csúszson ebbe a végrendeletbe, nagyon sokszor a végrendelkezni szándékozók ügyvédet keresnek fel, és a leggyakoribb írásbeli forma nyilvánvaló, a leggyakoribb végrendeleti forma nyilvánvalóan az írásbeli végrendelet. De azért hagyj említsem meg, hogy szóban is lehet végrendelkezni, persze ez nem korlátlan lehetőség, szóbeli végrendeletre akkor van mód, amikor az örökhagyó, aki elhalt, olyan életveszélyes állapotban volt, hogy nem tudott írásbeli végrendeletet tenni, és a mindenki által érthető nyelven, két tanú együttes jelenlétében elmondja azt, hogy mi az ő végakarata a halála esetére, melyik vagyonát ki örökölje. Adott esetben ugye azt is meghatározhatják, nem csak a szóbeli, de az írásbeli magánvégrendeletbe is, hogy milyen legyen a temetés, annak a költségét kiviselje. Csak hogy egy életszerű példát mondjak, és ezzel a bírósági gyakorlatban is találkoztunk, a szóbeli végrendeletre az volt a példa, amikor egy életveszélyes állapotban lévő beteg feküdt a kórházban egy balesetet követően, a beszámítási képessége teljesen évfoldas sérülései miatt nem tudott írásbeli végrendeletet tenni, nem tudott aláírni, és akkor az orvos és az egyik ápolónő volt az a két tanú, aki előtt szóban ő elmondta a végrendeletét. Mert hogy az öröklő nem is lehet tanulja ennek a szóbeli végrendelkezésnek? Így, egyik végrendeletnek sem. Tehát ez nagyon-nagyon fontos, hogy az a személy, akit a juttatás fog érinteni, az nem működhet közre a végrendeletnek a megtételében, a tartalma megállapításában, mert abszolút érvénytelenségjog. Nagyon sok perben pontosan arra hivatkoznak azok az örökösök, akik a törvény szerint örökölnének, hogy biztosan az a személy, aki a végrendelet szerint örökölt, ő beszélte le először az ügyvéddel a végrendeletnek a tartalmát, ezt az örökhagyóval már csak aláíratták, tehát a közreműködői minőséget azt mindenképpen ki kell zárni, még a gyanúját is. Úgyhogy erre a kérdésre ez lenne a válaszom. Az írásbeli végrendeletnek milyen követelményei vannak, formai vagy tartalmi? Igen, hát írásban kell megtörténnie. Írhatja az örökhagyó saját kezüleg is végig, tehát egy A4-es papírra saját kézírással végigírja és aláírja. Ebben az esetben tanúk nem szükségesek. Abban az esetben, ha otthon ülve egy számítógép előtt szövegezi meg a végrendeletet, akkor viszont már szükséges az, hogy két tanú aláírása legyen ott a végrendeleten. Együttes jelenlétben kell megtenni az örökhagyónak az aláírását, úgy kell odahelyezni, úgy kell odaírni a végrendeletre, hogy a két tanú együttesen ott legyen a végrendelet aláírásának az időpontjában, és ugye ez az írásbeli végrendeletnek egy kötelező alaki követelménye. Hogyha ennek mind megfelel a végrendelet, akkor mi az, amit tartalmazhat? A végrendeletből ki kell tűnnie annak, hogy ez végrendelet.
ki kell tűnnie annak, hogy ez a örökhagyónak a végakarata az, hogy milyen vagyont, ingatlan, ingó, bankszámla, utolsó nyugdíja, ki örökölje, milyen arányban örökölje, a temetés, ahogy mondottam, hogyan bonyolódjon le, annak a költségeit ki viselje, tehát a végrendeletnek a tartalmát azt nyilvánvalóan az örökhagyó fogja meghatározni. És ugye, ha már az előbb említettem, hogy érvénytelenségi ok az, ha az, akit örökösnek megnevez a végrendeletben az örökhagyó, nem működhet közre a tartalom megszerkesztésében. Ugye érvénytelenségi ok az is, hogyha nincs ott két tanú együtt jelen, de a leggyakoribb ok, amire a perekben hivatkoznak, amire utaltam is az előbb, hogy ezt a végrendeletet csak aláíratták az örökhagyóval, mert már nem volt beszámítható, mert már régen idősek otthonában volt, demencia betegségben szenvedett, biztos, hogy nem tudta azt, hogy mit ír alá. Hát ezt egyébként a legnehezebb bizonyítani a perekben, mert ez orvosszakértői kompetenciába tartozik, és magának a szakértőnek sincsen könnyű helyzete, hisz neki be kell szereznie minden korabeli orvosi dokumentációt, hisz ugye a halál okán már nincs mód az elhaltnak a megvizsgálására, és emellett, hogy szakértő is mond egy véleményt, a bíróságot is rendkívül széles, a bíróság is rendkívül széles bizonyítást folytat le, tehát minden szomszédot, tanút, rokont meghallgat, hogy mégis hogyan kommunikált az örökhagyó a halála abban az időpontban, amikor a végrendeletet megtette, feltérképezi, hogy tisztában volt-e a mindennapi élet történéseivel, vagy sem. Tehát összességében azért jó egy végrendeletet a jogszabályoknak megfelelően elkészíteni, és azért fordulnak az örökhagyók általában ügyvédhez, vagy közjegyzőhöz, mert nyilvánvalóan azt szeretnék, hogy az a végrendelet biztosan elérhesse a célját.